Én Pancsúr Józsefné, Rátborvalla vagyok. Pesten születtem, 31. április 20-án, anyám Lendvai Mária, apám Rácz Péter. Pesten laktak a szüleim, nagymamás gyerek voltam. És a nagymamámtól jártam itt iskolába, 4 osztályt általános jártam. Apám még várták, hogy majd jobb világ lesz. Aztán döngettek a repülők, meg minden, az csak nem lett jobb világ, és elvittek, ott jártunk iskolába a nővéremmel, a Prater utcai polgári leányiskolába. De csak 2 évet tudtunk járni, mert akkor megjött a háború, az első bomba mindjárt ott az udvarba esett, aztán az iskolába járás is veled zárva, meg haza is jöttünk, mert itt volt egy kicsi házunk, aztán anyám hazahozott bennünket. Itt hol voltunk, apám ott maradt, dolgozott, és anyám nevelgetett itt egy marocokát, aztán hát karácsonyra le lesz vágva, és hazagyűjt apám karácsonyra. Németek voltak itt a Csákberényben akkor, és nagyon hurcukottak, már délelőtt hurcukottak nagyon ki, annyira mentek el a faluból, hogy ilyen nagyon. De nem, én nem emlékszek rá, hogy hallottam volna lövéseket, meg ágyú, meg ilyeneket. Olyan szép csöndbe elmentek. És akkor megvolt nálunk a disznóvágás, anyám sütött hurkát, a tepsibe volt, és a sporházen. Aztán hát vártuk, hogy mi lesz, már nagy csönd lett, meg akkor már lehetett hallani ezt is, azt is, ilyen harcias dolgokat, hangokat, de ágyúlövést nem hallottunk. Aztán egyszer csak itt a falu közepén van egy hegy, az meg a szomszédunkban volt, elkezdtek húri, 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 húri. Na, meggyűjtek az oroszok. Alig körülött várni egy kicsit, aztán begyűjt 2 orosz irredelmesen, rendesen. Apám mindjárt kínálgatta őket, hogy egyetek, de hát apám a körülött velük enni. Akkor igyatok is, akkor inna is körülött velük. Megkérdezte, nemci, nincs nem nemci, senki nincs itt, ez a família. És akkor elmentek. És semmi jele nem volt annak reggelig, hogy itt lettek volna az oroszok akkor. De én úgy hallottam, hogy nálunk este ott voltak, de a falu főső végén másnap reggel voltak ott. Úgyhogy itten ez a Csákberény, ez egy álló front volt. Egészen január 6-án körülött el menekülni, úgy, ahogyan voltunk. Zsebünkbe a kezünk, kabát rajtunk, és mentünk Csákvárra, de vagy Csákvár. Ameddig az oroszok voltak, mindet elhajtották Csákvárra. Ének idején ott körülött szállást kérni, ahol esetleg kiszűrődött egy kis világosság. A másik falut, a felit, az meg 2-3 nap után gazdát cserélt a falu, azokat meg a magyarok vitték el a Bakonyba, ott. Úgyhogy teljesen üres volt a falu. Itt a háromszor vagy mit tudom én, házszor cserélt gazdát, úgyhogy ez itt teljesen ki volt üdítve. Úgyhogy addig senki nem tudott hazagyűnni se, mert itt állandóan front volt. Uh-huh. És akkor itt volt olyan, hogy még idehaza voltunk 6-a előtt, már az uradalmi épületeket már fölgyújtották, még itthon voltunk. Bennéktek lekötve a marhák. Azt úgy maradtak egészen március végig. Aztán volt úgy, hogy 3-4 ház égett egymás mellett. Huszár Béláné vagyok. Leánynevem Túri Julianna. Születtem 1932. december 6-án. A háború után költöztünk Gánt bányatelepre, mert az édesapám a bányába dolgozott, a bauxitba, és összeköltözött a család, hogy együtt legyünk. Majd pár hónapot mondhatok, körülbelül
talán egy év volt a kitelepítés, a Gant német ajkú község. És ők nekik egy részét kitelepítették. Aki németnek vallotta magát, azokat kitelepítették. Akkor fölmentünk a faluba lakni, mert a bányatelepen csak egy szobánk volt. Ott meg lett egy rendes lakás, amit elfoglaltunk, később meg is lehetett azt venni. És hát akkor összeköltöztünk ugye a család. Csákberénybe úgy kerültem, hogy a férjem csákberényi volt, és hát szomszéd község. Amikor a férjem hazajut fogságból, az 48-ba jut haza, és akkor hát így összeismerkedtünk. Majd 51. januárban, nem, február 16-án esküdtünk. Úgyhogy úgy kerültem Csákberénybe. Hát Csákváron ugye, ahogyan mondtam, hogy Pesten az udvarba esett a bomba, április 3-án az volt Pestnek az első nagy bombázása. Április 3-a. És Csákváron ugyancsak oda az udvarba esett egy bomba, úgyhogy ott megrezdült a ház. Ott volt egy orosz konyhán, dolgozott az egész család a szüleimmel együtt, ott szemben volt. Nekünk nem kellett kódolni, menni. Mi nekünk megvolt a megélhetésünk, mink jól voltunk. És ott a konyhára az egész családnak volt dolga, és mikor volt ez a bombázás, akkor kint volt egy fiatalember, Csákberényi, a szakács mellett, és azok ott kint bújtak meg. A fiatalember belebújt a zárokba, az orosz katona olyan magyaros volt, úgy is hittük, hogy öreg magyar. Piros arcú, pörge bajuszos, úgy hittük öreg magyar. Előtte ez a téma. Azt mondja édesanyámnak, hogy mama, Boruska, Katyuska, ide. Hogy engedje meg anyám, hogy oda üljünk a zölibe, mert tényleg idős ember volt, akkor a lánya volt, mint mi ketten a nővéremmel. Azt így átfogott bennünket, átölelt, Aktimója Ilonka, Aktimója Olga. És olyan meleg árad együtt belőle, meg a könnyek, hogy mintha csak búcsúzott volna, vagy nem is tudom. És képzeljék el, a szín a kazalnak a tövébe menekült, az öreg rádíta a kazal, de akkor már tele volt a teste szilánkókkal, és ott meg is halt. Hiába vételkedett akárki, volt olyan, hogy megfenyegették, volt olyan, hogy volt, aki még magyar katona is volt köztük, olyan, aki szerelmes lett egy családos asszonyba. Úgyhogy nem lehet. De hát az oroszok nem válogattak. Azok volt ott, van egy 17 éves lehetett, vagy 16 éves lehetett a tenka. Ott a heten keresztül mentek rajta. És az nagyon beteg velem volt. Nagyon belebetegedett. És aztán mentek, keresték az asszonyokat, a nőket. Úgyhogy de ez megtörtént Csákváron is, nem csak Csákberényben, más is, Csákváron is. Úgyhogy itt nem volt megkímélve senki, úgyhogy csaszi, aztán már van, volt csaszi, nincs csaszi. Csákberényben nem lehetett eljönni, március, január 6-án mentünk el. Karácsonykor jöttek be az oroszok ide. És január 6-án mentünk el, március 16-án volt a nagy offenzíva. És azután egy 10 napra, egy-két héten belül haza lehetett jönni. Akkor a háború volt itt Csákberényben, hogy több száz katona ott van bele gyömiszűve a bombagödrökbe. Úgyhogy arról senki se tudott, mikor hazajött, mert ott tank-tank csapáson volt. Bele lettek rakva a bombagödörbe állítólag, és aztán ott aztán nem lehetett észrevenni, hogy ott valami van. És hogy ki tudott róla, mi tudott, de Fehérváron lett megtudva, az a gondolom én, hogy itt vannak katonák eltemetve.
És háború után, amikor itthon már voltunk, akkor még az oroszok ott lent a hegyeken, itt a falunk kívül, egy kilométer vagy még annyi se, ott tanyáztuk. Ott ilyen nagy vályogokból építettek házat, meg állandóan gyűjtek, mentek a tankok, ott gyakorlatoztak állandóan. Meg hát járták a falut minden. Ez volt a legérdekesebb, hogy ez a három férfi itt egyszerre haza hadifogságba, az én férjem, meg az ő férje, meg egy barátjuk. Ezek útközben a vonaton, ahol megállt a vonat, kiabálták egymásnak, van Fehér megyei, van kis Fehér megyei, Csárberényi van, itt vagyok, itt vagyok. Ezek ott kint még összebarátkoztak útközben, azt együtt el nem hagyták egymást. És aztán azóta ők állandóan tartották meg, hát most is látja, milyen kapcsolat van köztünk. És mikor hazajöttek, akkor le szoktak menni oda. Ugye mindenhol van, ahol összejönnek a fiúk, meg a lányok, meg mit tudom én. Ezek hamar lementek, ezek hárman elkezdtek oroszul beszélni, azt nem ment senki se. Mindenki félt, hogy itt vannak az oroszok. Ezek annyira megszokták az orosz beszédet, mindegyik tudott nagyon jól beszélni oroszul. Huszár Béla. Csákberénbe született 24. január 25-én. Valahol rakottak ki, három fogoly, rakottak ki egy vagomból ilyen vasrudakat. És valami a vasrudak között egy ilyen darab előkerült, hát csak ilyen kis akármi gömbölyű oldallal, mifene. És akkor rugdosták a vagomba a középső, a szélire, megint a középső, a másik végére. Mire kiürült a vagon, a férjem fölvette azt a valamit, és akkor elkezdte késsével kaparászni. Hogy ugyan vajon mi lehet ez, hogy annyiszor belerúgtak, és hát megmaradt épségbe. Míg végül lekaparta róla az összes koszt, akkor érezte, hogy az valamivel be van vonva. Azt is lehúzta róla, és kisült, hogy egy darab kalbász volt. Egy ekkorka darab kalbász, de ők azt hitték, hogy valami széklet darab. Össze volt fagyva, ugye, és azért rúgdosták ezek ott a vagomba. Elosztották, ugye hároman voltak szép, egy-egy karika jutott mindegyiknek egy-egy falat abból a kalbászból. Ölfát vágni voltak, de ott sem mondott települést. Volt egy nagy tó, az egyik oldalán, egyik részén a tónak volt egy település, vele szembe volt az erdő, a tó másik oldalán, és ők ott vágtak ölfát, de elszállásolva a településen voltak a másik oldalon. Ez befagyott a tó, egyik reggelre hirtelen, na mindegy, hát ne fázzanak ölfavágók, csináltak valami tilitaligát, és átmentek fáért, hogy tüzelni tudjanak. Beleszakadtak a tóba. Volt, aki derékig, meg melyik hogyan, akkor menekítették egymást. Ilyen vékonyabb rudakkal, ugye, mert abban is tolták a hátulról a szánkót, az elsők húzták, a hátsók tolták. És akkor a rudakkal segítették ki a vízből, akik beleszakadtak, még biztatták egymást, hogy sokáig ne álljál egy helyen, toporogjál, mert beszakad alatt a jég, te is belesül a vízbe. Majd végül az kimenekültek, ugye, aki a vízes volt, hát azon ráfagyott a ruha. Majd aztán ott a településen ők közben ugye összebarátkoztak egy idős házas párral. Az a szegény bácsi se szerszámja, semmi nem volt, és panaszkodott, hogy tüzelője nincs, de az udvaron volt egy nagy szárazfa. És akkor ők azt kivágták, már mikor megszáradt a ruhájuk, kivágták, összeaprították az öreg házas párnak, és hát a néni az főzött addigra neki kását, viszont jó tartotta őket,
aki meg nem tudott elmenni, mert többen voltak ők hőlfát vágni. Azoknak meg küldtek egy üveg tejet, mert volt egy tehénkéjük, és küldtek egy üveg tejet, hogy azok is részesüljenek valamiben, mert már 3 napig nem kaptak vételezést, ők is éhesek is voltak. Hát azt vittek nekik, elmondjam mit? Marharépát, takarmány tököt, az volt a vételezés. Hát nem volt, ugye ott is háború volt, nem volt más. Hát ez a történet, hogy jó emberek voltak az oroszok, civil népeket szóval dicsérték. Annyit mondott a uram, hogy ők maguk se értették meg egymást, ezek, akik ők rájuk vigyáztak, őrök, meg ez, meg az, szóval nem, hogy sokszor a fogoly kézzel, lábbal magyarázott, hogy ez annak mit akar mondani. Itt, amikor már kiürítették Csákberényt, azt azért volt, aki nem akart, fiatalok se akartak nagyon rámenni, aztán egy 2-3 nap múlva meg összeszedt a tábori csendőr, akkor már magyarok voltak itt, már akkor kint voltunk, mint üdítve. Aki itthon maradt, volt 7 ilyen fiatal ember, és a tábori csendőrök összeszedték őket. Azt itt az egyik háznál megmondták, hogy holnap reggel 8 órára jelentkezzenek, mert aki nem jelentkezik, az, hogyha akárhonnan előteremtik, mindjárt lelövik. És mindegyik jelentkezett. El is vitték őket, ezt az én férjem elmondta nekem, összeszedték őket, elvitték, és mindjárt Nagy Igmánd felé vitték, mert arra voltak nagy harcok, és ott azt mondták, ezeknek nem is kő kiképzés, mert ezek frontharcosok, csákberényiek. És mindjárt be is vetették őket, aztán ott nagyon nagy harcok voltak, mert úgy mentek, röpülővel elülték őket, röpülővel. Aztán mentek Kimerrel, mentek Komárom felé. De nem sorba meg, hanem ahogyan kiabálták össze, azt mentek Komárom felé. És Komáromnál mentek át a hídon, még nem volt fölrobbantva a híd, de már ilyen találat már volt, deszkákkal volt kipótóva. Azt mondta a férjem, hason csúszva mentünk át a hídon, de volt a máig a puskáját bele is dobta a Dunába. Kilitinél kötöttek ki, ott volt kértek szálláshelyet, hát Istállóba, vagy mit tudom én, hozzá kint a külső helységében biztos Istállóba aludtak, már Olba vagy Istállóba, de azt mondták, de már csak alig voltak egy páron. Azt mondta, hogy gyerekek, ma annyira közel vannak az oroszok, ne menjünk sem el se. Nem hallunk sehonnan hangok, nem tudom hányan lehettek ottan. Állítsuk össze a puskákat Gulába, aztán akkor várjuk a következményt. Azt mondta, hogy az udvaron összeállították a puskát, aztán már reggelre gyűjtek is az oroszok. Aztán akkor már rendezték őket sorba, ötösivel, aki még ott volt, meg akik még gyűjtek reggelig utánuk. Aztán indultak gyalog Pestre, a Ferenc József lakfelügyelő. Ott voltak, nem tudom, 1 hétig vagy 2 hétig, szóval ott több időt eltöltöttek, mire vagomba kerültek, aztán elindították ki őket. Aztán alig várták, hogy megálljon a vonat, egy kis vizet, hogyha kapnának, meg egy kis sózott halat kaptak, hogy még több vizet ziassanak. Persze egészségügyre a hal az jó volt, hogy sós volt, mert az hiányzott nekik. És azt mondja, hogy sokáig, nagyon sokáig utaztak, az én férjem Darnitába került.
Ma ugye elszokottak egymástól a csákberényiek, ott ma másképp muzsikáltak Pesten, és ő egyedül volt csákberényi, Darnyicára mentek. De addigra már jó meg is tetvesedtek. Nem nagyon messzi lehetett Kijevtől, mert azt mondta, hogy Kijevbe jártak, sejemgyárat építettek, és ott körülött robot. Ugye új gyárat építettek, és vitték őket autóval, meg haza is vitték őket autóval. Aztán, amikor nem azt csinálták, akkor meg hát mentek azok is krumplit szemükbe, mikor mit találtak. De ott van egy fénykép a sarokban, az az én férjem hadifogságban van. Nagyon fiatal volt, és könnyen tanult oroszul. És nagyon hamar meg is tudta értetni magát, és őt kinevezték Vojna Pleninek. Az volt a beosztása. És ő megmondta nekik, hogy ő fiatal, mert majd mindenki idősebb volt tőle, ő nem akar senkivel se haragot, de azt nagyon megkéri, hogy a normát tudják teljesíteni, mert akkor lesz procent kenyér, egy kori kenyérre többet kapnak, vagy egy kanál cukorra. És nagyon azt mondta, hogy nem volt köztük nézeteltérés a magyarokkal, szóval nem haragudtak rája, de az én térnyemnek Szabó volt a szakmai jogja, hogy éppen felszabadult, még a szabaduló levelét, segédlevelet meg se kapta, csak mikor hazajött. És ott is látszik, elmondta nekem, hogy műhelyben is dolgozott, vart, és bakancsból meg bőrből csinált bürgeri csizmát magának, ott van a lábán. És azt mondja, vart nagyon szép, fehér gyakjúból, ilyen báránybőrből, ezt a sokat. És azt mondja, amikor legelőször lement őrség, már mindjárt levette az egyik tiszta fehérjű, az övét még az ő fejére nyomta. Úgyhogy nem sokáig örült a szép sokkal. De amikor az én unokáim akkorák voltak már, a 4-5 évesek, mindegyiknek volt olyan sapkát, ilyen fehér szőrmés sapkát. Úgyhogy ők nagyon, mind a gyerekek, az unokáink, hát volt itt ágy mindig, mert olyan szekrény is volt, amiben ágy volt benyomva. Annyira szerettek itt aludni, hogy papa mesél. Ott volt az ágy, amilyen aludtunk, ott a gyerekek, meg itt a gyerek, meg ott a gyerek. Ott 4 unoka, ilyen egyforma forma. És ezeknek mindig mesélni körülött. Mindig a papa meséljen, és addig mesélt a papa, még el nem aludtak. Én nem kiszorultam, én odakint aludtam. A gyerekek itt elaludtak. Aztán, de mindig másikat mesélt nekik, és a gyerekek annyira megjegyezték, annyira tudták, és nem felejtették el, hogy évek múlva is mindig azt mondta, hogy megmondta a papa, melyiket meséld el. Meg tudták mondani, papa most ezt meséld el. A szövetségből hoztunk, mi a Juliska is vett, meg én is vett, Donkanyart is megvettem, meg azt az emlékezés füzetkönyvet is megvettük. Aztán itt lent voltak, a nőn akkor engem is megköszöntöttek. Aztán hát a nagyobbik fia, a kislánytól nagyobb, 5 éves a fia neki, avval jött köszönteni engemet. És még a kisgyerekkel el voltam foglalva, hát nézze meg, hogyan mindig meg van túrva. Aztán azok adtak kezébe pont ezek az emlékezések, amit a hadifoglyok írtak meg abban a fehér könyvben. Aztán azt mondja, mama, én ezt elviszem. Mondom, vidd. Azt mondja, majd elolvasom, olvast. Én is
És úgy higgyék el, hogy én nem hittem el a férjemnek azokat, amiket nekem elmondott. Akkor még fiatalabbak voltunk sokkal, meg nem volt ez a nagy másság unokáknak, meg minden, meg nem volt az a könyv, ami bizonyította azt, hogy más is ugyanazt lemond, mind ugyanazt írta le. Szenvedtünk, tetvek ettek, poloskák ettek, meg derékig vetközni, öltözni, ki a hóba mosakonni, ahol megállt a vonat valahol, aztán akkor, ahol megállt, mindenki szaladgált, aztán kiabálta, hogy Fehér megyeiek, Csáberényiek. 20 forintot kaptak Debrecenben, ott van, megvan a papírja, neki majd megmutatom, ami szabult, ő volt maláriás is. És az, hogy nem hagyták el egymást. Együtt gyűjtek, együtt érkeztek. Ugye az én férjemnek megvolt az ismerettsége a konyhásokkal is, mert tudott varni, meg csáncselni, mindig volt valami, meg csináltok részgyűrűket, meg ilyeneket. Jól nézett ki, úgyhogy a Csákberényben, mikor gyűjtek, udva esett egy kocsma. Hát délelőtt értek haza. Hát elfogyott a pénzük, 20 forintért nem tudtak hazagyűnni Debrecen Bűcsáberénben, még akkor se. Csak ameddig tudtak, gyűjtek vonatta, ide meg se busz, se vonat nem járt. Aztán gyalog gyűjtek. Aztán bementek a kocsmába, mindjárt Béla Fári. Hát Józsira senki se. Hát mondd meg már, hogy te ki vagy. Hát én vagyok a Józsi, a Panci Józsi, Szatpanci Józsi. Hát így, ilyen kövér vagy. Hát azt mondja, nekem meg volt a lehetőségem, hogy azért tudtam menni. Úgyhogy ez ilyen dolog, hogy azóta mindig, de mindig jó barátok voltunk. A hadifogoly beállítási szövetségben úgy jutottunk bele, hogy Kecskemét, nekünk jár a nyugdíjasok újsága, a hírhozó. Nagyon régóta jár. És akkor Juliskának meg nekem jár csak a faluban, de ez nem ilyen hadifogoly újság, ez ilyen öregek újsága. De nagyon régen jár. Aztán olvasom itten, hogy, és azt írja az újság, hogy nagyon sajnálom, ilyen szavakkal írta le, hogy nagyon sajnálom azt, hogy 3 éve életben van már az a rendelet, hogy akik hadifogságban voltak, azoknak valami támogatás jár, és nem érdekel, nem érdeklődnek. Kevés az érdeklődő. Meg volt a cím, meg volt minden, de Kecskeméti cím volt. Elolvasom az újságot, itt közel lakott a Juliska az országútnál. Lemegyek hozzá, mondom, te Juliska, olvastad te az újságot? Azt mondja, olvastam. Mondom, olvastad benne, hogy mi van? Azt mondja, miért, mit kell olvasni? Mondom, akkor most ülj le, azt figyelj, értelmesen fogd föl, amit olvasok. De elolvastam neki, hogy mindent leírt a hadifoglyokunk meg, hogy hogyan lehetne hozzáférni ehhez a kis pénzhöz, vagy hát támogatáshoz. Hát, mondom a Juliskának, te, de olyan rendes volt ez a kis öreg, meghalt. Olyan rendes volt, hogy még a telefonszámát is beleírt az újságba. Fölgyűjtem, mindjárt fölhívtam telefonon. Aztán mondtam, hogy ki vagyok, de hát na, akkor nem voltak meg az emberek. Aztán mondta, hogy Pesten, hogy hol lehet érdeklődni, meg minden. Itt van a lehetőség. Éljünk vele. Aztán ugye írtunk levelet, ugye? Igen, csak én először nem értettem jól a cikket. Úgy értelmeztem, hogy akik már házasok voltak, hogy azok kérhetnek, vagy azok írhatnak oda meg mi.
Kerestem azt a nyomorult tagkönyvünket, le van bélyegezve még ez az év is, a tavalyi év is le van bélyegezve, mert attól kezdve mi beléptünk Pesten, beléptünk a szövetségbe. Mikor decemberben, ugye ott átölt, ott körülött, ott volt a gyülekező a vonatról leszállva, fertőtlenítették őket, meg le kopaszra hajukat, meg mindent tiszta ruhát kaptak, meg kaptak valami igazolást, hogy ingyen utaztak haza. Ha valaki valahol megszakította az utazást, az tovább érvénytelen volt, mert az én bátyám is, az is azért Kistelekre ment először, aztán jött ide Gántra utánunk. Voltak azért kolhozba is, ahol megismerték ők, az ő csoportja a paradicsomot, a sárga paradicsomot, hogy mikor jó, mert az őr mondta nekik, hogy hát, hogy az dobra, meg kussai, kussai, szóval, hogy egyenek, mert az jó. Meg kukoricát sütöttek később, mikor már teljes kukorica volt, akkor azt sütöttek, tüzet raknak, azt sütötték a kukoricát, már mindig éhesek voltak. Ennyire még emlékszem, hogy ezt így mondta, de én másra nem emlékszem. Sajnos sok mindenem mentem köröztül én is, nem a háborúba. A háború mi nálunk az október 1-én, addig lőttek bennünket a partizánok. És október 1-től akkor 6 nap fegyverszünet volt. A németek meg a magyarok azok mentek a bizonyos alakulatokhoz, ugye, mert ott összeírják, hogy még hány katona van, hány hullott el, meg mit tudom én. De az oroszok azok meg szépen jöttek a kis muszkalovakkal, egy-egy kocsi, 2-3 harmonikát húztak, ilyen kis gombos harmonikát, zenéltek, danoltak, és szépen foglalták el Magyarországot. Mert, hát biztos, hogy önök tudnak róla, hogy nem felvidéken jöttek be az oroszok, hanem a románok jöttek az Erdélyen, meg a déli részen Magyarországra. És akkor Szeged felügyítek ugye felénk, és hát mi meg olyan gyerekek futottunk, hogy mert hogy hát a zene meg a nóta, nem ismertük persze, mert szovjet nóták voltak, de a gyerek kíváncsi. Erre úgy emlékszem, ugye ez gyerekkorom volt, mert én 9 évvel fiatalabb voltam a férjemtől. Ő már korabeli legény ember volt, mikor összekerültünk, én csak 18 éves voltam. Még a családba se nagyon merték elmondani abban az időben, mert hát ha valamelyik gyerek vagy valamelyik asszony elkottyantja magát, hogy na, ezt mondta az ember, vagy azt mondta, akkor aztán mehettek volna a dutyiba. Mert olyan világ volt, na. Olyan volt a világ, hogy nem szabad volt mondani. De megtudtuk azért, mindenki megtudta, hogy milyenek voltak. Mi nekünk például ott volt Pesten, ugye apám hazajött karácsonyra, bezárta az ajtót, a kulcsunk megmaradt, se lakás, se egy zsebkendőnk nem maradt. Kifosztottak, kirabultak, elfoglalták a lakást. Mind a két nagyapám fölrobbant idehaza, Aknára lépett. És születkezett volt, olyan egyenruha készítő születkezetben dolgozott, ott anyám is, meg apám is Pesten. Ugye az is megszűnt, mert nem tudták elindítani, mert hát nem is volt mindig gyárak, minden tönkre ment. Aztán úgy volt, hogy fődek meg voltak, nagypapa meg meghalt, aztán itthon maradtunk, úgyhogy hát 2 évig jártam, mondtam, háború előtt iskolában nővéremmel. A apám testvérje Pesten lakott, a húga, aztán a második 2 évet már ott a háború után a Óbudán, vagyis Budán, ott fejeztük be. Így lett meg a 4 év bizonyítványunk. Úgyhogy
Nagyon tudarvilág volt, képzeljék el, mikor elmentünk, már üres volt a tyúkol, meg a libakacsa, semmi se volt. Teheneket szedték össze, marhákat vagdalták már. És akkor, mikor hazagyüttünk, az üres falura gyüttünk haza. Amit a lovak ott hagytak, valahol nem ettek meg, vagy véletlen valahol ott maradt egy kupac kukorica, vagy mindent összekotoltunk, mindent megmostunk, megszárítottuk, aztán megdaráltuk kézi darálón, aztán abból volt kenyér sütve, abból volt tészta gyúrva, minden abból volt. Meg aztán volt olyan, ahogy már akkor a lövések voltak itt repülőtéren, már ültek rémetek oroszok, mindenki repülőre ült, így nem megszólták azokat az ezüst szálakat, senki sem mert már kimenni, aztán volt, amely kukorica nem volt leszedve. Aztán, ha olyan talált az ember, akkor már mindjárt egy zsák kukoricát tudott hozni valahonnan, vagy lopni. Aztán megéltünk. Meg az volt a szerencse, hogy itt a malom, ahogy jutták, ahol a metró van, ugye? Az a metró kocsi. A főső padláson maradt buza. A malom működő képessé lehetett tenni. És a tulajdonos tudott lisztet adni. De miért, mikor semmi se volt az embernek? Haza, elmentünk üres kézzel, meg haza jöttünk üres kézzel. És akkor az volt, hogy akinek el volt rejtve egy kis pénze, vagy gyűrűje, vagy gyakalanca, vagy valami, mindenki vitte le a malomba, hogy adjon érte egy kis lisztet, adjon egy kis lisztet, mert már borzalmas. Ha kint a szőlőhegye, ha maradt véletlen valahol egy kis répa a pincébe, de ajtó nem volt, az is meg volt fagyva talán, de az volt a helyzet, hogy hétköznap répa főzelék volt, meg kukoricakások, akkor édesanyám kitalált, hogy savanyú itt egy kis répát, hogy már savanyú főzelék is legyen, savanyú répa főzelék. Aztán azt mondták, hogy itt lent az Almási pusztánál van valahol egy góréba még egy kis apró kukorica. Azt mondja, édesapám, akkor lehetett itt fogni a lovat az erdőben is, a sántát, meg mit tudom én ilyen. Azt volt egy kis lovunk, aztán menjünk el, nézzük meg azt a kukoricát. Aztán elmentünk, hát egy vékarú való kukoricát, csutas kukoricát össze tudtunk szedni. Akkor meg volt egy hétre. Már ugye a nagyapámék, ahol laktak, fölrobbant a nagyapám. Oda jött a nagyanyám is, mi hozzám. Nagyapám is ott volt, el lett temetve, ott is maradtak. Már uradalmi épületben laktak, az országút mellett, fölrobbantottak minden házat, még egy zsákkendő sem maradt nekik. Úgyhogy, hogy ilyen, így étkeztünk. Így étkeztünk. És ez egy borzasztó állapot volt, és azt se tudtuk, hogy a kútban mi van. Mindenki lement, ha megmaradt a létre, lement, belenézett, nincs-e benne katona, vagy halott, vagy puska, vagy valami. A kutakat betemettek, mert bele volt dobálva a puska, meg lőszer. Van olyan, hogy lehet ez ennek az egyik keze ment csak le. Ide udvarult egy lánynak, vidékről, és segített, már össze is kerültek, és levágta az akna az egyik kezét. De azért összeházasodtak, és szépen leépik az életüket. Csókába, a szomszéd faluba, meg lement egy fiatalember, hogy kipucolja a kutat. Hát, ha van bán döglött kutya, vagy kutya se volt a faluban, meg macska, semmi se. Aztán mind a két kezét levágta az akna, amin putulta a kutat, lent az alját, mind a két kezét levágta, úgy kézzel érte le az életét az a fiatalember. Nekem volt olyan lehetőségem, hogy megnéztem, Csákberényi pappal volt olyan dolgom, hogy kicsit bizalmasabban beszélgettünk, van neki öt fia. A nagyobbik most már végzős, már főiskolás. És
Mondom neki, hogy hát tisztelt sőr. Legyen szíves, mutassa meg nekem, mert elveszett az anyakönyv. Háború alatt átüzeltek, mindent átüzeltek, ami tűzzel való volt, mert hát tüzelni körülött. Azért körülött elmennünk hadúrul, hogy azoknak legyen meleg szoba. És azt legyen szíves megmutatni nekem, hogy 1945-ben hány temetés volt református részről. 38 halott volt. Hát 1200 fős volt a csárberény, abból azt lehet mondani, hogy 800-on hazatértünk, meg katonák voltak, meg fogságban voltak, meg mindenhol. És én is itten fölírtam, hát össze nem számoltam. Ennyi embert ért baleset, aknai, ennyi embert. Ez körülbelül 30 ember. Akik meghaltak, ilyen aknaáltozatai lettek, embereknek, fiataloknak, idősnek lábát veszítették, úgy érték le az életüket. És hát nagyon sajnos, hogy abban az időben, amikor mink összekerültünk, semmit sem lehetett előre gyűjteni, mert nem volt annyi idő, ugye, mert hát ha 20 éves a leállhat, akkor már férhőkön menni neki. Aztán az üres marékkal, mert mindenki úgy volt, hogy ugye, ami a legfontosabb, csak annyi. És az a helyzet, hogy akkor a bányából jártam, még működött a Gánki bauxit bánya. Most 3 éves tervet kell iratni, most 5 éves tervet kell iratni. Nem tudom most, mit szólnának az emberek. És akkor így maradtunk mi is ide haza, és akkor folytattuk ezt. Ugye akkor volt is egy kis föld, akkor még apám ilyen osztatlan földet is igényelt, hogy azért meg tudtunk élni, addig valahogy, amíg a padlásokat le nem söpörték. Én elmentem masinárni azért, hogy maradhasson, mert arra volt igazolványom, hogy ott kerestem ezt a buzát. Na mondom, édesapám, meg volt a kukoricaszedés, tele van az a marha nagy góri, most csak tudunk valamit venni, ha elviszik a kukoricát, mert hát elvitték, eszemig elvitték. Na hát azt mondja, édesapám, leányom, itt van ez a pénz. Ezt kaptuk érte. Ezen vagy egy kartonruhát tudsz venni, vagy 2 kötényt. Annyi pénzt kaptunk egy góri kukoricáért. Így éltünk. Az első éven még az volt, hogy aki el tudott menni, vetni ősszel, a buza nem határozott, ahol nem volt tankcsapás meg harcok, ott van megnőtt a buza, megérett, lett liszt, lett kenyér, lett aratás. De kukoricát már nem tudtak amúgy vetni, mert nem volt mivel megszántani a földeket. Ha valahon kódulni jártak el a csárberények, Tolnába, meg Baranyába. Ha hoztak egy fézsák krumplit, annak, hogy legyen, apró legyen benne, ne ilyen nagy krumplikat, hogy tudjanak vetni. A nagy krumplikat megputulták, azt elvetették a héjjel. Ugye háború után nekünk még vissza kellett menni a nővéremmel iskolába, aztán apám egy ilyen iskolás gyereket vitt el magából a földre, aztán hát vetett krumplit is. Aztán hát nem vittek, nem volt mit vigyenek. Aztán azt mondja édesapám, hogy nem baj, Pisti, rakunk egy jó tüzet. Na, hogy arra raktak tüzet.
Nem volt gyufa. Taplót megfőztek, volt csiszakű, ott a száraz taplót oda tartotta, addig ütötte a csiszaküve, még szikrát kapott a tapló, meggyulladt, aztán már égett is a papír. Így lehetett tüzet rakni. És akkor raktak tüzet, ottan volt száraz ág, mert fasor volt, sütöttek krumplit, megvajták a krumplit, akkor a krumplit szedtek elő, de már megsütötték a hamuba, megsütötték, az volt az ebéd.